szociális kerekasztal megbeszélést rendeztek a Városházán. Érdekes programra várták az érdeklődőket a Magyar Papír Múzeumban. A városlakókat kérdeztük, mivel telt a hosszú hétvégéjük. Május 4-e Flórián napja volt a Magyar Tűzoltók Védőszentjének napja. Elmondjuk-e jeles nap történetét? Köszöntöm nézőinket, önök a DSTV híradóját látják. Dunajváros legfontosabb híreivel jelentkezünk. Törvényi és emberi kötelezettség. Szociális kerekasztalt szerveztek a Városházán. A kezdeményezés céljáról és részleteiről Barta Endre humánügyekért felelős alpolgármester számolt be, a helyszínen pedig jelen volt az őt a fordított nap részeként helyettesítő Hegedűs Kristóf is. Egy 1993-as törvény alapján minden 2000 fő feletti lélekszámmal rendelkező településnek össze kell hívnia évente legalább egyszer egy szociálpolitikai kerekasztalt. Barta Endre humánügyekért felelős alpolgármester eltökélt az ügyben, hogy ezt Dunaújvárosban igazi tartalommal töltsék meg. Szoros együttműködésben dolgoznak a településen működő szociális szféra képviselőivel, szervezetekkel, intézményekkel. Egy-egy kerekasztal részeként pedig fontos kérdéseket, problémákat vitatnak meg. A problémák mellett persze hangsúlyosak a lehetséges megoldások is. Több olyan vendég, több olyan szervezet is résztvevője egy ilyen kerekasztalnak nálunk, akik hivatalosan nem lennének azok. Nyilván örömmel látjuk az új szervezetek, akik most érkeztek a városunkban, gondolok itt például a Baptista Szeretett Misszióra, vagy éppen az Esőcseppekért Alapítványra, de nyilván, aki már hosszú évtizedek óta működik itt a szociális területen Dunaújvárosban, az ő véleményük is nagyon fontos, és ilyenkor egy kötelező ügyrendi napirendi pont elfogadása mellett megvitatjuk a város aktuális helyzetét, az szociális szférában élőknek a lehetőségeit, egy kicsit összegyúrjuk azokat a dolgokat, amiket jó, hogyha mi beépítünk itt a városvezetők a következő időszakba. Nyilván azt tudjuk, már többször említettük, hogy egy nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, és sokszor egy-egy programra nehéz volt felkészülni, hiszen ahogy elkezdtük a szervezést, elismeret igaz volt erre a területre is. Talán ez a 2023-as már egy olyan esztendő, úgy látjuk most itt a közepe felé, hogy végre valódi a tervek alapján működhetnek a dolgok. Barta Endrét arról is kérdeztük, hogy milyen tendenciákat figyelhettek meg az elmúlt időszakban, hogyan alakult az egy-egy szociális területen belüli rászorulók száma, mire van leginkább szüksége az embereknek. Hát sajnos azt látjuk, ugye, hogy az országban minden területen egyre több a szociális segélyt igénylőknek a száma, ugye ez a megyei jogú városokban ez abszolút észrevehető tendencia, de ugye nem csak erről van szó, hiszen az olyan szervezetekre is egyre nagyobb teher hárul. Ugye itt például van a Dunaújvárosban az Adománykuckó, de itt vannak a Boldog Délutánosok, ugye különböző szervezetek ételosztásokat szerveznek, és ők is jelzik azt, hogy egyre többen jelentkeznek náluk. Talán érdekességképpen elmondható, hogy a ruhaosztás, illetve a ruhákra való igény, mintha csökkenne, vagy vélhetően azért, mert egyre több ilyen szervezet foglalkozott ezzel, több ilyen szervezet jelezte már, hogy ruhákat nem is tud fogadni, viszont a tartós élelmiszerekre, gyógyszerekre és a kisgyerekeknek olyan dolgokra, amik a mindennapjaikat segítik, egyre nagyobb szükség van. Úgyhogy azt gondolom, hogy erre önkormányzatunknak is fel kell készülnie. Az alpolgármester kiváltképp büszke arra, hogy a politikai nyomásgyakorlásnak nincs ráhatása a szociális szférára. Mindenki egy célért dolgozik, és együtt segítik a rászorulókat. Én nagyon örülök annak, hogy talán tényleg arról tudunk beszélni, hogy ez egy olyan ágazat, ahol abszolút nem jelenik meg a politika, és tényleg úgy tudunk együttműködni, hogy nem nézzük azokat a hatásokat, hogy mik érkeznek egyik vagy a másik oldalról, hanem azt tudjuk nézni, hogy a dunaújvárosi embereknek mire van szükségük, észrevesszük ezeket, és közösen tudunk dolgozni. Számomra ez nagyon fontos, és bízom benne, hogy így lesz a jövőben is. A szociális kerekasztal alkalmával is jelen volt Hegedűs Kristóf, akit a fordított nap keretében bízott meg a humánügyekért felelős alpolgármesteri feladatkörrel, Barta Endre alpolgármester. Mint is mert a munkakör egyik legfontosabb része a település szociális szférájának megsegítése. Ezt is érdemes volt megismernie a fiatal alpolgármesternek. Mozgalmas programra várták az érdeklődőket a Magyar Papír Múzeumban. Az intézményben kibővült a Petőfi 200 című időszaki kiállítás, illetve egy új bemutató is nyílt a 21. századi csomagolási trendek, design, perspektívák, csomagolás jövője címmel. A megnyitóhoz kapcsolódóan pedig egy konferenciát is szerveztek érdekes előadásokkal. Szép szemmel látogattak el az érdeklődők a Magyar Papír Múzeum legutóbbi nagyszabású rendezvényére. A
az egészen különleges kincseket bemutató intézményben. 21. századi csomagolási trendek, design, perspektívák, csomagolás jövője címmel nyílt új időszakos kiállítás, illetve ehhez kapcsolódóan szerveztek egy konferenciát is, amely részeként például a felfedezés művészetéről, a csomagolóipar változásairól, a vonalkódok következő generációiról, az újrahasznosított papírokról, illetve a csomagolás oktatásáról egyetemi környezetben hallhattak a résztvevők. A rendezvényről Pelbárt Jenő igazgatóval beszélgettünk. A csomagoló anyag, mint olyan, 2300 éves. Tehát a csomagolás az volt, van, meg lesz is, reményeink szerint a jövőben. Ugyanis hát ugye itt mellettünk a Hamburger Hungaria Kft., aki a fő támogatója a múzeumnak, gyártja hozzá az alapanyagokat. Most viszont eljött hozzánk az Óbudai Egyetem, a Soproni Egyetem, és eljött az egyik legnagyobb papírfeldolgozó, a Dunapak Kft., el is hozták a termékeiket, illetve hát például az Óbudai Egyetem elhozta a formatervezőknek a különböző makettjeit, terveit, és maga a konferencia is ezt a témakört fogja felölelni. A Petőfi Bicentenáriumhoz kapcsolódóan a Papírmúzeumban is láthatnak érdekességeket a látogatók, ugyanis bővült a már korábban megnyitott Petőfi gyűjtemény. Hát ez a bővítés például most azt jelenti, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumnak van egy hatalmas nagy Petőfi anyaga. Ezek a Petőfi versek és egyebek, kéziratok, Petőfihez kötődő különböző papíremlékek, ezt megkutattuk, megnéztük ezeknek a vízjel tartalmát, hogy milyen vízjelek vannak benne, nagyon érdekes dolgok derültek ki. Nagyon sok magyar papírmalomból vett papírt Petőfi Sándor, és hát ennek a vízjele, a rekonstruált vízjele is ki vannak itt állítva, de tavaly óta előkerült egy sor olyan Petőfi emlék, egy nagyon érdekes, különleges Petőfi emlék, amit szintén kiállítottunk. Ezek ilyen Petőfi albumok, verses kötetek 19. 20. század elejéről, nagyon szép, érdekes, gyönyörű, szép termékek, úgyhogy ezt is meg lehet tekinteni. A kiállítást és a konferenciát dr. Szende László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium főosztályvezetője nyitotta meg. A szakember elismerően nyilatkozott a Papírmúzeumról és annak működéséről. Azért jöttem, hogy köszöntsem egyrészt a kiállítás megnyitót, másrészt pedig a konferencián résztvevőket. Nagyon izgalmas ez az egész múzeum, tehát én most vagyok itt először. A Pelbárt úrral már többször leveleztünk, meg személyesen is tudtunk találkozni, és valóban úgy van, ahogy elmondta, hogy ez egy különleges itt a magyar múzeum ügyben, főként azért, mert a több mint 800 muzeális intézmény rendelkezik működési engedéllyel Magyarországon, és ebből ez az egyik. És nagyra értékelem azt, hogy ilyen kvázi önkéntes alapon ilyen magas színvonalú munkát végeznek. Mint már említettük, a konferencia részeként a látogatók szakavatott előadóktól hallhattak technológiai és egyéb érdekességeket. Az előadások egyikét Fejl Liza tolmácsolta a vendégeknek. Szó volt például a csomagolás tervezés folyamatáról, az egyéni és csapatmunka fontosságáról, illetve arról, hogy mindezt hogyan oktatják egyetemi közegben. Igazából csomagolás tervezésről van itt szó, és be fogom azt mutatni, hogy milyen megtervezni a csomagolást a legelejétől egészen az elkészítésig. Nyilván ugye itt lesz szó a brainstormingról, lesz szó alapos kutatásról, hogy ezeket összerakni, kik a célközönségeink, és akkor ebből kiindulva csapatmunkával vagy egyénileg, abból, hogy lesz termék igazából. Erről szól. És a kidolgozás rész is nyilván a tervezés, műszaki rajzolások, modellezések, renderek és maga a prototipizálás is. Ennek a része, ennek a folyamatnak a része. A Magyar Papírmúzeum tehát ismét egy nem mindennapi gyűjteménnyel csalogatja a látogatókat. Az intézmény munkatársai kicsiket és nagyokat egyaránt szívvel várnak. Hosszú hétvége, ma jár is. Vagy a járókelőktől kérdeztük, hogy mivel töltötték a mögöttünk hagyott napokat. Ahogy arra számítani lehetett, sokan látogatták meg a dunaújvárosi majális és családi sokadalom program sorát, de többen kihasználták a szünnap lehetőségét, és elutaztak a családjukkal. Mint arról már korábban beszámoltunk, a településünkön a hétvégén rendezték meg a háromnapos dunaújvárosi majális és családi sokadalom rendezvényét. A program kicsiknek és nagyoknak egyaránt biztosított szórakozási lehetőséget, hiszen kedveztek a gyerekeknek, a gasztronómia szerelmeseinek, illetve a színpadi felhozatal révén összességében minden korosztálynak. A rendezvény után néhány nappal stábunk a járókelőket kérdezte arról, hogyan is telt a hosszú hétvége, ellátogattak-e a majálisra, és amennyiben igen, mi volt számukra a legnagyobb attrakció. Szombat-vasárnap voltunk lent, és hát a hinták nyilván. A horgászás nagyon tetszett neki,
meg voltunk lent este a Cosmixon is, az is nagyon jó volt, nagyon élveztük, élmény, egy élmény volt tényleg. A majális színpadi program sora sokak számára volt hívószó, többek között Opitz Barbira is sokan voltak kíváncsiak. Hoffmann Dávid és családja például első alkalommal vett részt majálison, s bár elmondása szerint lenne egy-két ötlete, hogy a jövőben még jobb legyen a rendezvény, összességében elégedett volt a programmal. Lent voltunk a cirkusz, tényleg a majálison, lányoknak megígértük, hogy az Opitz Barbira elvisszük őket, tetszett nekik, el voltunk igazából. Három nap volt ugye ott lent a majál is, mind a három nap voltatok, és hogyha igen, akkor milyen volt? Nem, mi csak tegnap voltunk lent egy-két-három órát a gyerekeknek, mert jó volt nagyon. Többen is voltak, akik akárcsak a húsvéti időszakban, a hosszú hétvégén inkább elutaztak a családdal, és a túrázást választották a majálisok helyett. Sőt, hazánkban az intézmények, parkok, látványosságok egy része pont ezért nem is zár be, számítanak a látogatókra. Elmentünk a gyerekekkel túrázni. Túráztunk egyet. Hol mentek? És milyen volt? Koloska vagy be Balatonfüredre. Jó, hosszú volt, el is tévedtünk, jó volt. Így vagy úgy, de szinte mindenkinek volt programja a hétvégén. A régi idők hagyományai után talán ez is lehet a május elsője öröksége. Egy nap a családdal, barátokkal, akár itthon, akár valahol máshol. A lényeg az, hogy együtt legyünk. Május 4-én volt Flórián nap, vagy a magyar tűzoltók védőszentjének a napja. Ennek apropóján ismét Kronász Margit történész muzeológust kerestük fel, aki számos érdekességet mesélt el az egykori római katonáról, illetve a hazai és pentelei tűzoltóság létrejöttéről, működéséről. Sokak számára csenghet ismerősen, május 4-e Szent Flórián napja, s egyben a tűzoltók, tűzzel dolgozók védőszentje. Flórián egy római katona volt, aki a keresztény üldözések korában foglyulejtett keresztényeket próbált megmenteni. A pékekhez, árvizekhez, tűzhöz, tűzzel dolgozó szakmák képviselőihez csak később kötötték a kultuszát. Mindezt Kronász Margit történész muzeológus tolmácsolásában ismerhettük meg. Szent Flórián egy római katona volt, 240 körül született, és a század második felében vette fel a keresztény vallást. Ugye ekkor már többször fellángolt a keresztényüldözés, és 303-ban Diokléciánus császár alatt egy újabb keresztényüldözési hullám következett be. Flórián tudomást szerzett körülbelül 40 foglyulejtett keresztényről, akiket megpróbált kiszabadítani. Nem járt sikerrel, őt is elfogták, bebörtönözték, megkínozták, és végül 304. május 4-én elhunyt. Egy özvegy emelt egy kisebb sírt ugye a holtteste fölé, és a későbbiekben kezdett elterjedni a kultusza. A történelem során a tűzvészek mindig is nagy gondot jelentettek, így hazánkban is. A hazai tűzvédelem megszervezését Széchenyi Ödönhöz köthetjük. A magyar tűzvédelem megszervezőjének Széchenyi Ödön tartjuk, aki 1862-ben került kapcsolatba a londoni világkiállításon a tűzoltósággal, és ezután szervezte meg az országnak a tűzvédelmét, és egy érdekes adalék, hogy a későbbiekben pedig Konstantinápoly tűzvédelmét is megszervezte, tehát többrétű volt az ő gondolkodása. És ugye ekkoriban kezdtek létrejönni az önkéntes tűzoltó egyletek, illetve már egyfajta hivatásos tűzoltóság is létrejött, annak az elődje, ami ugye most működik. És az 1870-es években már ez a két egyesület, ugye a hivatásosok, illetve az önkéntesek egymás mellett működtek. Településünkhöz köthetően a történész elmondta, a megyében másodikként alakult meg a Dunapentelei Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Sokáig ők látták el a tűzvédelmi feladatokat, illetve a falu ügyes-bajos dolgaiban is segítették az itt élőket. A források nyomán ismerhetjük az egyesület vezetőit, tagjait, illetve az alapszabályzatukat is. Mindezek persze az évek előre haladtával változtak. Ismerünk több nevet is ebből az egyletből. Az elnök Újvári József volt, a parancsnok pedig Lukács László. Őket azért is emelném ki, mert mindketten pentelei birtokos családból származnak, birtokos családnak a sarjai. Aztán 1914-ben a tűzoltók évkönyve szól arról, hogy hogyan is nézett ki ekkoriban a pentelei egylet, szintén találkozunk nevekkel, illetve ebben az évkönyvben olvashatjuk azt is, hogy nyáron tűzőrséget szerveztek, illetve tudjuk, hogy később a világháború éveiben pedig a falu életét próbálták segíteni, megkönnyíteni. Aki részletesebben szeretné megismerni a tűzoltók, tűzoltóságok egykori működését, az a múzeum gyűjteményében igazi csemegékkel találkozhat. Kronász Margit kiemelte, az intézményben őriznek 1951-57 között született beosztási naplókat, szolgálati leírásokat is. A vendégek kérésére az eredeti időpontnál két órával korábban méri össze egymással erejét Dunajváros FC labdarúgó csapata a Ceglédgárdájával.
Az Újpest 2 elleni 2-0-ás fővárosi győzelem után újra itthon játszik a Dunaújváros FC labdarúgó csapata, amely a Ceglid gárdáját látja vendégül a Dunaújvárosi stadionban vasárnap délután az MB3 középcsoportjának 36. fordulójában. Az összecsapás eredetileg délután 5 órakor kezdődött volna, ám a ceglédiek korábban szerették volna lejátszani a mérkőzést, és mivel kérésüket együttesünk, illetve a Magyar Labdarúgó Szövetség is akceptálta, így 2 órával korábban, vasárnap délután 3 órakor kezdődik a találkozó. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket legközelebb is. Viszontlátásra!